Este van kiki nyugalomba, korán reggel indul a Gletscher túra. Költő már nem leszek. Megérkeztünk Oberwaldba. És Oberwaldból a Furkapass 4 óra 10 perc. Ami soha nem 4 óra 10 perc. Jaj, hát ez nagyon szép. Így kora reggel. Valisban nincsenek medvék, nem? Néha szokott. Néha szokott? Olasz valószínűleg. Jó van, akkor most már nem a mézes kalácsos háztól félek. Acika. Ám azért itt nincs annyi minden Erdélyben, úgy tudom, hogy Európa legnagyobb medve populációja az Erdélyben van. De... Aha, ott lesz a túraútvonal. Ne csak ilyen forgóképek legyenek, hanem próbáljak meg valami értelmeset is mondani. El kell mondjam, hogy ezt a túrát azért választottuk, mert nagyon sok ilyen turista utat jártunk már be, de olyan közte még nem akadt, hogy közvetlenül egy Gletscher mellett legyünk. És mivel egyre kevesebb Gletscher van, és egyre jobban kezdenek visszahúzódni, ezért meg kell ragadni azt az alkalmat, ami kínálkozik, hogy még ilyet a mi életünkben láthassunk, mert nem sokára ezek el fognak tűnni. És akkor viszont lesz egy videó, ami bemutatja, hogy milyen volt. Ez most a Rhône Gletscher lesz, amit megnézünk. És láthatjátok, hogy az odavezető út is meglehetősen szép. A Rhône folyóval megyünk párhuzamosan, és a folyónak a másik oldalán ott van a vasút, illetve az autósok számára is ott került kialakításra az út. Ennek a túrának, bár talán a Gletscher maga a fő attrakciója, az úton mégiscsak lesz egy másik dolog, amit érdemes megejteni, ez pedig a Belvedere Hotel. A Belvedere Hotel az a James Bond rajongók számára lehet ismerős, mert hogy ez volt az egyik olyan helyszín, ahol forgatták a filmet. És ez a túraútvonalnak az egyik állomása. Valahol ott fent. Lehet látni azt a nagy sűrű smogot, amit az előbb elhaladó gőzmozdony hagyott maga után. Ez annak a maradványa, van ilyen nosztalgia járat is. És hát láthatjuk, hogy itt elnosztalgiázott mellettünk, mert a völgynek egy részét azt füstbe ejtette.
A túrának az eleje az nem volt egyszerű, mert sikerült valahol rossz irányba kanyarodjunk, és ahogy Patrik fogalmazott, ilyen tehénszaros részen keresztül menni. De aztán azon sikerült átverekedjük magunkat. Úgyhogy egyenlőre ennyi, majd fent folytatjuk, ha még lesz levegő a tüdőnkbe. Hát inkább a kerítésnek ezen az oldalán. Az ott hó. Az ott fenn még több hó. És így néz ki egy gleccser. Jézus Mária. Ott lent lehet látni, hogy bizonyos részeket már lefettek ponyvával. Megpróbálják lassítani a gleccsernek az olvadását.
egy másik útvonalon be lehet jutni magába a gleccserbe. Nem tudom, hogy ott mennyire látszik, de ott vannak emberek, akik éppen azon az úton vannak, ami bevezet a gleccserbe. Szóval igen, így néz ki a Rung gleccser, és ez 100 évvel ezelőtt még másfél kilométer hosszan ment le a völgybe. Már ennyi maradt belőle. Azért szerencsések vagyunk, hogy még láthatunk ilyet. Leads to all, leads to one. There's only one true path in life. The road that leads to a vision, inner vision. Your sacred silence, losing all violence.